Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Haladunk tovább a félhalott bázisunk megmentésével. Egészen addig, amíg egészen halott bázisunk nem lesz. Vagy újra nem éledünk. Amelyik előbb jön. Azt hiszem ezt már leírhatjuk. Alacsony immunitás. Nem annyira áll rosszul a figuránk. Hát újabb 3% mínusz. Food poisoninggal nem nagyon tudunk mit kezdeni. Pontosabban tudunk. Csak lassan. Hol és milyen bajotok volt? Starvation? Az hogyan? Hát menj kajálni, hogyha olyan problémád van. Jobb kétségtelen, hogy nem állunk jól, sőt nagyon rosszul állunk. Oké, ennyit ki lehet bányászni szuper gyorsba. Lesz két hővédőnk. Ez azért nem egy olyan nagy probléma. Minden szídet szedje automatikusan össze. És kell nekem egy gránit. Meg kell még egy. Na, a jukebox megérkezett, meg express szógép. Fincsi. Hol a legnagyobb fő probléma?
És már is zömmel a hűtőeszközünk. Oké, akkor kell egy szakács. Mondjuk a következő, az mindjárt érkezik. Oké, ez rengeteg energiát fog elvinni, de lesz első osztályú kajánk. Végre. Mennyire sok? 60 watt, az azért nem olyan vészes, abban nem fogunk meghalni. Fene tudja, miért van rengeteg finomított ércünk. Azt mondja. Egy szakácsra lesz szükségünk, úgyhogy a gasztrofóbiás az nem nyert. Slow learner szintén nem egészséges, de a flatulent meg szintén nem oké. Bár. Hát. Nem a legjobb szakács leszel, de egynek elmész. Jó. De nem is ultra magas. Besorolást kaptok, de azért viszonylag magasat kaptok. Remélhetőleg előbb-utóbb azért hozzányúltok ezekhez a bánya építkezésekhez. Nem a legszebb helyzetben vagyunk, de nem járunk nagyon rosszul. És a hőmérséklet, hát ha nem is megoldódott, de elkezdett picit-picit javulni. Itt már egész jól javult. Ami esélyt ad ennek az iránynak. Majd egy-egy ide még kell, persze. Kieresztő pontokhoz, de hát az még nagyon messze van. Annyira nincs egyébként messze. Nem egy reménytelen útvonal. Ennek jobban örülnék, ha ezt építenék inkább, de hát
Biztos van valami ok, hogy miért azt kezdték meg. Nem is nagyon izgat. Hogy őszinte legyek. Na, de jól haladunk, és egyáltalán nem haltunk meg, ami szuper fontos, úgy érzem. Innen még lesz valami. Innen még haladni tudunk valahova. Előbb-utóbb. Egyszer most az építkezést lefeti ez. Világ végén plusz kicsit. Amit, hát végülis nem is annyira nagy baj, hogy ilyen egyesével tempóval csinálnak. Milyennel csináljanak, hogy úgy mondjam. Teljesen jó ez. Az egy kicsit jobban zavar, hogy inkább ezt építik a helyet. Ez nem annyira szuper fontos. Önmagába. Na mindegy. Megépítették, megépítették, legyenek vele boldogok. Hozzálátnak ehhez is. Helyes. Onnan megszerezték az újabb hűtőegységet. Tan taram tan tan. Maga a szakácsunk tölti fel árammal a rendszert. Vagy hát inkább próbálja nem teljesen leszűrni árammal a rendszert. Na, az viszont már az első rendes Jobmaster. Sőt, itt többeknek már megvan.
Hassan, Otto, Devon, és akkor egy kicsit itt a alapcuccokat mindenki megtanulja. Egy kis extra építés, egy kis egy ilyen olyan amolyan. Olyan hiányunk nem túl egészséges továbbra se. Na, még Hébe-Hóba ezen is dolgoznak. Ha! Az egészen kiváló. Mondjuk az már nem annyira, hogy áttörli. Problémázzák a hálózatot. Ja, mert a kutatásba hozzákezdtek. Az talán annyira nem fontos. Ez nem gáz, ez nem költséges. Azt a 60-at hajlandó vagyok megfizetni. Többit azt nem tudom, hogy mi az, amit ilyen tempóban használunk el. Mint áram, forrás. Hol az a két hulla, amit nem tudnak ennyire elérni? Hogy csak lusták vele? Hogy már teljesen megették a morbok? Az utóbbi könnyen meg lehet egyébként. Ó, oh, új ember. Ah, lassan a teljes bázisunk üzemel. Squeamish. Az annyira nem vészes. Learning Creativity. Jam Resistant. De még lehet, hogy nagyon nyertél. De inkább te. Inkább egy normális, de semmi extra figurát kérünk. Jó. Frissen érkezett mi? Legyen. Művész. És akkor majd dolgozhat a rengeteg cumon. Jó, oda kéne leginkább egy smart battery. No. Ezeket az épületeket ne használjuk.
annak az áram fogyasztására jelenleg nincsen se szükségünk, se képességünk. És azt viszont építsd meg nagyon gyorsan. Már most a semmibe dolgozik erőművünk, ami nem túl egészséges. Remek. Nem állunk jól, de rosszul sem. Nehogy áll, és leállítottam. No. Lassan-lassan elkezdünk üzemelni. Ami csodálatos hír. Na, itt a hideg hatására, a hűtés hatására szépen normalizálódik a hőmérséklet. Jó, a némi germ gazdag oxigén probléma itt még akad. Főleg a szennyezett levegő meg beszivárgása miatt.
Az ilyen állandó blond lesz, amíg a hálózatot hát nem tudom végre húzni. Itt ottam ott túlterhelik. De az ellen sokat nem tudok tenni. Problémák újra és újra vannak és lesznek. Na, itt úgy látom szépen megoldódott ez az oxigén gond. Nem hibátlan, nem is hibátlanul, de azért megoldódnak lassacskán a dolgok. Azt azért egy kicsit szuper gyorsan rakd ki. Így elkezdje ezt a hólyagot javítani. Hát ezt hála, ez szedjük le a hálózatról, annak semmi köze a hálózathoz. A fő hálózathoz. Se pillanatnyi, se hosszú távon. És akkor annak a fogyasztása sem csapódik ide hébe-hóba. Hát az igazi gond az, hogy ezt megpróbáljuk használni, aztán megy, ahogy megy. És nem túl jól. Jó, hát két hullát nem találunk. Ketten úgy látom valahol elvesztek.
Fene. Pedig nem olyan vészes itt azért a helyzet. Jó, folyamatosan jön a meleg levegő. Meleg oxigén. És a keveredés az csak korlátos. Új duplikás. Na, mire lenne szükség? Mindenre. Na, te jöhetsz. Mielőre go fel. Nem kutatunk, még nagyon-nagyon messze van, hogy szükségünk lenne egy kutatóra. Aztán te hol tudtál életerőt veszteni? Na mindegy. Megkapod ezt az ágyikót. Arra pár percre, amíg gondjaidat megoldod. Vegyes probléma. Hogy a hálózat továbbra is rendszeresen az 1 kW fölé megy, nem sokkal, tehát a 2 kW-t a minőségi hálózaton bőven elég lenne. Na, végre elkezdik szállítani, akkor a 6-ossal már üzemel. Na, kifejezte be a képzését, Bert. Bert. Legyen két szakácsunk szükség esetére. Megtálták az 500 kilót, aztán elvesztették. Jéhehe. Zseniális panda. Na mindegy, lassan-lassan azért áthúzzák itt a cuccokat.
És egy újabb bányászunk fejezte be a képzését, ő belőle lesz gofer. Majd meglátjuk, mi lesz itt. Egyelőre ezt azért állítottam le, mert csak romlana fölöslegesen. Mit se halad az ügy. Pedig van bőven. Csak nem halad. Ennyire túlmelegedett? Pedig egyébként nem olyan vészes a helyzet. Nem tesz jót. No. Ügyködnek a kábelekkel. Oké. És akkor szépen hozzáférnek, gyorsan ott áttolják, majd egy vagy két nap alatt, és akkor elvileg már nincs olyan szakasz a hálózatnak, amelyik nem bírja 2 kW-ig. Annyit pedig egyelőre nem nagyon értünk el. Kutató híján. Na, a következő emberünk egy kutató lesz. Itt az ideje, hogy egy kicsit meghúzzuk azt a hálózatot. No, kezdünk jól állni. Hőmérsékletet valamennyire rendezte ez a pár víz volt, ennyi kellett hozzá. Újra kezdtük a aranytermelést, nagyjából rendeződött az oxigén helyzetünk, a kaja helyzetünk kiváló, a frostbanok köszönhetően 12-es szintre elég, standard meal. Na hát akkor lehet állni egy ilyen jobb minőségű munkákra. Hát, na, ennyi volt a gond, hogy nem álltunk át erre a legelején. És akkor az eredeti 12 csapat, 12 főt megtarthattam volna 100 ciklusnyi képzéssel és gyakorlattal együtt. Hát ez van, folytatjuk legközelebb.